a kis települések életében is fontosak a fejlesztések, az elmúlt években Tiszaeszláron is sikerült több beruházást megvalósítani. A településen nagy hangsúlyt helyeznek a népesség megtartására is, idén például több család is Tiszaeszlára költözött. Tiszaeszlár község a Tiszavasvári járás közel 3000 fős települése. Tisza Eszlár évről évre próbál fejlődni, ez abban is látszik, hogy minden évben építenek vagy felújítanak valamilyen épületet. Beruházásoknak köszönhetően újult meg a művelődési ház és a szolgáltatói ház is, de a közintézményeken túl is fontos szerepe van a fejlesztéseknek. Legutóbb egy 17 fős öregek otthona kialakításán dolgoztak, ezeket a polgármester Nagy Tibor bevallása szerint mind önerőből teszik. A kistelepülések életében mindig fontos kérdés a népesség megtartó erő, így fontos feladat ez a Tiszaeszlári önkormányzat számára is. Ebben az évben például négy-öt család is a Szabolcsi települést választotta otthonául. A 35 perc vendégei a téma kapcsán Tisza Eszlár település első embere, Nagy Tibor polgármester, illetve a település jegyzője, Dr. Varga Pál. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Polgármester úr, elsőként Önhöz szólna a kérdésem, ha egy kicsit visszatekintünk az elmúlt esztendőkre, hogyan tudná összefoglalni, melyek azok a fejlesztések, azok az újítások, amelyeket sikerült megvalósítani? mi Tiszaeszláron minden évben építünk, felújítunk, létrehozunk valamely olyan intézményt, amely a népesség megtartáshoz nagyban úgy gondolom hozzájárul, mint ahogyan a felvetésben hallottuk, 2014-ben a művelési házat építettük. 1983 óta nem volt már művelési ház Tiszeszláron, és 2004 Nyarán, 8 hónap munka után egy kb. 80 millió forintos beruházást hoztunk létre. Minden olyan jellegű dolog benne van ebben a művelési központban, amely a mai időszakban, a mai világban úgy gondolom, hogy, hogy szükséges egy színpad, egy nagy nézőtér, egy kis terem felül az emeleten, a fogyni vágyóknak egy, egy, egy ilyen jellegű terem, mindenféle tisztálkodási lehetőségekkel. Én úgy gondolom, hogy létrehoztunk ott is egy olyan valamit, amit az emberek díjaznak, hiszen ö, kaptunk rá egy 20 millió forintot, és ez belekerült egy 80-ba. Másik éven lakásokat, fiataloknak ö, lakásokat építettünk, amelyeket el is hattunk, és ilyen fiatal családok telepettek ott le, szomszéd településekről érkeztek. 2016-ban szintén egy másik új lakást építettünk, amelyet szintén eladtunk már, és kisgyerekkel fiatalok jöttek tisze 2017-18 telén és 18-ban tulajdonképp adtuk át ezt az a felvezetőben is hangzott, vagy említett szolgáltatóházat, amelyben a falugazdász fogadja a, a ügyfeleit, mindenféle mezőgazdasági jellegű megbeszélést ott tartanak, és ez nagyon fontos a település életében, hiszen egy régi épületet szedtünk ott is szét, egy régi fodrászműhely volt ott, most pedig egy új épület van. Az idén pedig egy idősek otthonát építünk, adunk át nem sokára, a jövő héten évek óta ezen tulajdonképpen, tör, tulajdonképpen törtünk a fejünket, és egy megfelelő épületet igyekeztünk hozzá keresni, megvásároltunk, tavaly tudtuk megvásárolni ezt a jó állapotban lévő épületet, ezt felújítottuk és kibővítettük, úgyhogy most 17 fős épület lesz készen, és várjuk az ide beköltözni szándékozó idős embereket, rengetegen jelezték már, elsősorban természetesen Tiszeszláról, és ha ez nem lenne ezzel tele, akkor a szomszéd településekről is többen jelezték már a beköltözési, beköltözési szándékukat. Fordulok jegyző úrhoz, és szeretném kérdezni, hogy, vagy inkább megjegyezni, hogy mindaz, amiről polgármester úr ezekben a percekben beszélt, az valamilyen szinten szolgáltatóház, a művelődési ház, hogy az idősek otthonáról menne is beszéljek, mint hiánypótló volt a településen. Igen, ezek hiánypótoltak Tiszaeszlára, azért viszonylag messze van a nagyobb városokhoz. Nyíregyháza is többen, mint 30 kilométerre, Debrecen 80 kilométerre, és lehetőleg helybe kell biztosítani az alapvető szolgáltatásokat. A községbe fontos ez a megtartó erő szempontjából. És hát ugye Tiszaeszler mint az ország, nagyon sok más faluja, abba a helyzetbe került a 90-es évek gazdasági átrendeződése után, hogy a fiatalok elmentek, a középkorosztály, aki maradt mára már idős korosztály lett, és szüksége van segítségre, tehát az idősek otthona emiatt is nagyon fontos. A házi gondozás, az étkeztetés az eddig is megoldott és jól működik a településen, viszont a kis időseknek meg az esti órákban van gond a tisztálkodásba segíteni, a fűtés problémáját megoldani, és ehhez a bentlakásos idős jelent megoldást. Például a művedődési házba ö, miket tudtak bevinni? Bele gondolok, hogy ami most ott működik, hogy akkor azt vajon hogy oldották meg korábban? A művelődési ház épülete egységbe foglalta a településnek a kulturális életét. Nagyon szép könyvtári helyiség került kialakításra, az most már átköltözhet oda. Olyan termek vannak, ahol majd lehet könyvtári órát tartani, tehát iskolai foglalkoztatásra is jó lesz. Öntevékeny művészeti kis csoportok tudnak alakulni, ehhez megfelelő szinteret ad a művelődési ház. Jövök vissza a polgármester úrhoz, és ugye. Érintettük a múltbéli fejlesztéseket. Ugye most egy kicsit beszéltünk az idősek otthonáról kiemelten, ami még azért a jövőt is érinti bizonyos szempontból, főleg ha arra gondolok, hogy ugye kik is fognak ott élni. Milyen távolságból van értelme egyáltalán annak, hogy oda a lakókat várjanak, vagy ebben nincsen megkötés? Azt tudjuk, hogy nagyon sokan, akik be akarnak ilyen helyre kerülni, sokszor éveket kell, hogy várjanak, mondjuk Tiszaeszláról is, ha megfelelő helyre akarnak kerülni, hiszen Tiszavasvári van a legközelebb ilyen otthon, meg valóban itt Nyíregyházán, és még egyszer mondom, többen jelezték már az elmúlt években, hogy nagyon sokat kell várniuk. Tehát én úgy gondolom, mint ahogy korábban már említettem is, hogy elsősorban Tiszaeszlári emberek, idős emberek, és másodszorban pedig a szomszéd településekről, ha erre van lehetőség és hely, de többen jelezték már a szomszéd településekről is, hogy szeretnének esetleg bekerülni. Úgyhogy nyilván bennük is uh, látunk potenciális uh, beker, lakókat. lakókat, így van. Uh, én úgy gondolom, nem lesz az a probléma, hogy, hogy rögtön tele legyen, hiszen, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan várnak ilyen, ilyen uh, lehetőségre. Mi a reális ajtónyitás az idős emberek felé? Ugye ez most hétfőn lesz ez a, ez a bejárás átadás, a, ami után még lesznek bizonyos utolsó simítások, de én úgy gondolom, hogy egy, utána egy néhány héttel már ez a bútorozás lesz hátra, meg az ilyen jellegű dolgok, tehát festés készen van, mindenféle belső hideg, meleg burkolás, tehát minden tulajdonképpen készen van. A... <laughs> Én azt gondolom, hogy ha önök ezen túl is lesznek, és elindul majd az idősek otthonának a működése, ugye ott szakemberekre van szükség, tehát ezzel munkahelyet is teremt a település, plusz munkahelyeket, az idő nem áll meg, és biztos már is ott a következő feladat. Mit szeretnének fejleszteni? Ez felújítás lenne, vagy egy új beruházás készülnek-e valamire a jövőben? Mi minden éven készülünk, és mindig készülünk tulajdonképpen lakások, hiszen nagyon sok, nagyon sok fiatal pár letelepedett Tiszaesztán, és minden olyan lakást tulajdonképpen eladtunk, amelyet korábban felépítettünk, vagy újjáépítettünk, vagy felújítottunk. Most már tulajdonképpen folyamatban van egy három lakásos, korábban egy állatorvosé volt önkormányzati szolgálati lakás, emeletes lakás, és félig már ki van alakítva egy három normális lakás tulajdonképpen, annak a külső leszigetelése, válaszfalazás már készen van, fürdőszobák kialakítása, tehát valóban hozzá is fogtunk ahhoz is. Annyit mondanék még el ezzel az öreg otthonnal kapcsolatban, hogy hétfőn 11 órakor lesz ez az átadás, és Román Demeterné a szabolcs már bereg megyei nyugdíjas szövetségének elnöke lesz, aki az átadást fogja tulajdonképpen, aki el fogja vágni ezt a szallagot és ebben lesz segítségünkre, aki szeretettel, aki várunk, és mindenki szeretettel vár természetesen. Polgármester Zsúr, köszönöm szépen. Jegyző úrhoz szól az utolsó kérdésem. Ugye a felvezetésben is szó volt arról, hogy több család is oda költözött Iszaeszlára. Ez akkor azt mutatja, hogy tudnak ott mit csinálni, vagy hogyha máshol dolgoznak is, de élni oda mennek tehát az otthonukat ott megtalálták. Kellemes lakókörnyezet, Tisza Eszlád jól érzik ott magukat a fiatalok, és vállalják adott esetben az eljárás sajárok is több kényelmetlenséget is, mert a falu barátságos, vonzó, kellemes lakókörnyezet és lakóhely. Akkor önök bátran belevágnak újabb házak, lakások építésébe, akkor is, ha most még nem tudják, hogy kié is lesz az. Igen, és reméljük, hogy a munkahely is, hogy majd jön a munkaerőhez a munkahely is. Jó, köszönöm szépen vendégeimnek, hogy tájékoztatást adtak a kedves nézőknek. Köszönjük.